Sziasztok! A mai videó egy újabb vlog lesz, így a Vlogmas keretén belül, és ma nem mást fogunk csinálni, mint dekorálni. Vagy, ahogy Julcsi mondaná, összekarácsonyozzuk a lakást. És ahogy látjátok, egyébként mögöttem már elkezdtem egy kicsit dekorálni, mivel nem bírtam megállni, hogy ne nézzem meg, hogy az, amit elképzeltem, a kis karácsonyi girlandokkal működni fog-e a tévénél. Úgyhogy berakom most ide a felvételeket arról, amikor így a tévé környékét kidekoráltam. Viszont ezután megállt parancsoltam, mert egyébként egy vlogban akartam dekorálni veletek együtt, úgyhogy itt vagyunk most a jelenben, és igazából folytatni fogjuk a lakás összekarácsonyozását. És egyébként idehoztam az egyik dobozomat, amiben a karácsonyi dekoráció egy részét tartom. A milyen karácsonyi dekorációs videóban már meséltem nektek a fenyő hadseregemről. Itt vannak egyébként a dobozban a többi tagjai. Ő az új kis katona, akit még nem sikerült kiraknom, de majd hamarosan neki is megtaláljuk a helyét. Ezt még tavaly kaptuk ajándékba Martinék egyik ismerősétől, és nagyon-nagyon cuki és bohókás ez a kis karácsonyfa, úgyhogy őnek is találni fogunk most idén valami helyet. Ezeket a kis maci gyertyákat még nagyon-nagyon régen kaptam édesanyámtól, és azóta se vettem ki őket a dobozból, mindig így díszítette a polcomat mind a két maci, de lehet, hogy idén kiveszem, az biztos, hogy meggyújtani nem fogom őket, ahhoz túl édesek, de szerintem ezek a macik már több mint 10 éve velem vannak minden karácsonykor, ami nagyon durva. Aztán akad itt még gyertya, és ezeket is anyukámtól kaptam, aztán vannak itt még fényfüzéreim, és egyébként ennek a fényfüzérnek az a története, hogy ezt akkor vettem, amikor Belgiumban voltam Erasmuson, és nem értem meg jegyet venni a repülőre haza karácsonykor, úgyhogy benne a szobámat dekoráltam ki így a lakásban, és ez még egy hémából van, ez a fényfüzér, és azóta is velem van minden évben. És nem is tudom már, mikor jöttem haza Belgiumból, volt ez vagy 6 éve? Talán, Jézusom, nagyon repül az idő. Most sikerült kiöntenem a dobozba az összes mini karácsonyfa díszemet, úgyhogy well done, Enikő, well done. Well, siker, kinda. Ezeket még a Pepco-ban vettem, és majd a fára fognak felmenni hamarosan. És akad itt még karácsonyi csengő. És ha láttatok a Polar Express-t, akkor el kell mondanom, hogy nekem az összes ilyen csilingelő karácsonyi dologról az a mese jut eszembe. És annak a mesének ugye az a vége, hogy addig hallja a csengőnek a hangját, a srácnak a húga, meg a srác is, amíg hisznek a télapóban és a karácsony szellemében. És mindig ez jut eszembe az ilyen csengőkről, meg az, hogy én még hiszek ebben, és azért hallom. Ami nyilván nem igaz, mert hogy szimpla fizikus, és mindenki hallja, de ennek ellenére ez egy cuki történet szerintem a karácsonyi csengő köré építve. Illetve kaptam szintén Martinéktól, még tavaly Mikulásra, karácsonyi szalvétatartót, úgyhogy ezt majd ki fogom rakni a konyhába, mert nagyon-nagyon-nagyon aranyos. Így látjátok egy kicsit közelebbről. És van itt egy zsák, amiben nem emlékszem, hogy pontosan mit raktam. Ó, oké. Benne van a kis rénszarvas díszem, meg még egy kis rénszarvasos dísz. És a zsákban voltak még a narancs karikáim, amiket tavaly együtt készítettünk Vlogmas alatt, és kifejezetten egyszerű narancs karikákat csinálni, csak vékonyra kell felszeletelni a narancsot, és rárakni a karikákat a radiátorra, és várni, hogy megszáradjanak.
És a legtöbbet egyébként elajándékoztam tavaly, mert ilyen dísznek ment a karácsonyi csomagolásomra, de párat azért megtartottam magamnak. Ennyi mindenem volt a karácsonyi dobozban, és most igazából kezdjük el díszíteni a karácsonyfát, és berakok valami karácsonyi filmet a háttérbe a Netflixen. Valószínűleg a Princess Switch 1-et, mert az pont tökéletes, hogy ne kelljen odafigyelni, de azért cuki és karácsonyi hangulata van. Köszönjük az ebédet, meg a Princess Witch 1-et is, és Martin azt mondta, hogy hát ha ez a legjobb, akkor ő nem akarja tudni, hogy a többi ilyen, mert hogy már ez is über rossz volt. És egyébként ittam egy kávét, és remélem, hogy hamarosan be fog ütni, mert a helyzet az, hogy most elég fáradt vagyok, meg nem tudom miért, az elmúlt napokban nagyon-nagyon-nagyon karácsonyi hangulatom volt, és nagyon akartam dekorálni, meg ezzel foglalkozni, de hogy így ma így felkeltem, és tudom, hogy ezt a videót akarom felvenni, meg tudom, hogy örülni fogok annak, hogy túl vagyok a dekoráláson, amit szeretek egyébként csinálni, de nincs annyira karácsonyi hangulatom, és ez így amúgy egy kicsit szomorú, mert ugye a vlogmas arról kéne, hogy szóljon, hogy meghozom a ti kedveteket is a karácsonyhoz, de hogy közben meg azon jár az eszem, hogy mennyi mindent kell elintézni, hogy milyen a lakás, hogy mikor milyen videót akarok felvenni, hogy minek kell, hogy kimenjen, és így kicsit overwhelming az egész, amit nem szeretek. Én alapvetően szeretem, ha busy vagyok, de hogy nem szeretem, ha nagyon busy vagyok, és ez egy ördögi körforgás. Úgyhogy nem tudom miért, ma sajnos nincs ilyen karácsonyi hangulatom, és hiába néztük meg a filmet, így oké, szép, vicces, aranyos, meg cuki a karácsonyi dekor benne, de hogy annyira nem hozta meg a kedvemet ahhoz, hogy Winter Wonderland-et varázsoljak ide, de nyilván tudom, hogy este már nagyon fogok örülni, amikor majd rendesen kigyulladnak a fények, és látom, hogy milyen lesz a lakás. Csak most így még nem vagyok ilyen karácsonyi hangulatban. Remélem, hogy most senki kedvét nem rontottam el az egész karácsonyozással kapcsolatban, csak nekem is megvannak így a völgyeim, amit általában nem mutatok, vagy legalábbis nem annyira szoktam mutatni nektek, de úgy érzem, hogy a vlogba belefér az, hogy ilyenekről is beszélgessünk, legalábbis remélem. És mindezt tetézve egyébként sikerült az egyik égősoromban elpattintanom egy égőt, úgyhogy egyre kevesebb égősorom van, ami szomorú, mert ez azt jelenti, hogy nem fogom tudni úgy kidíszíteni az ablakokat, ahogy akartam, de ez van, we deal with it. Tudjátok, vannak olyan napok, amikor akármit csinálsz, nem fog tökéletesen sikerülni, és nem fog úgy sikerülni, és nincs is annyira kedved hozzá, és nekem a mai az most egy ilyen nap. Na de nem szaporítom tovább a szót, szerintem menjünk és fejezzük be az ablakok dekorálását, és a hálóba is akarok egy kicsit dekorálni az éjjeli szekrényeken, meg ilyesmi, és menjünk és csináljuk meg azt, és majd utána beszélünk. Thank you.
Nos, a helyzet az, hogy most már jó pár óra eltelt, és egyébként megjött a karácsony hangulatom így a dekorálás végére, és most megmutatom, hogy miket csináltam és milyen lett. Kezdjük a konyhában. Nem csináltam semmi nagy ördöngösséget a konyhában. Egyszerűen ide raktam ezeket a sütitartókat, illetve a szalvétatartót, meg két kis fát, és kiraktam a kettő karácsonyi konyharuhámat. Ide került a színes kis cuki karácsonyfa, és ez pedig a... Hogy hívják ezt? Tudjátok, ezeket kell rárakni, amikor koszosak. Nem tudom, hogy ezt hogy hívják. A koszos fakanáltartó. Aztán a fürdőben csináltam egy olyan dolgot, ami szerintem nagyon cuki lett, és nekem nagyon tetszik. Felraktam a cukorkarudakat a zuhany függönyünkre, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Olyan, mintha cukorka virágban lennénk, vagy igazából olyan, mintha egy teljesen új zuhany függönyünk lenne, pedig csak felraktam a kis cukorrudakat. Aztán az előszobába kreáltam a kettő kis ágamból egy ilyen díszt. Ez szerintem tökéletesen elég az előszobába, ennek pedig mennyei az illata, amivel narancskarikák és fahéj van benne. Illetve kiraktam a karácsonyi takarómat is, és lecseréltem a narancssárga párnahúzatot. Szia, Martin! És nincsen nagyon karácsonyi párnahúzatom, egy darab párnahúzaton kívül, ami a hálóban van, úgyhogy most ez lesz a karácsonyi párnahúzat kollekciónk. És most lövök néhány hangulat videófelvételt a lakás többi részéről, illetve ha besötétedett, megmutatom úgy igazán a fényeket, és azt most lejátszom itt. És amúgy pedig ennyi volt már ez a vlog, mert remélem, hogy tetszett nektek, és nektek is megjött a videó végére a karácsonyi kedvetek, mint amennyire nekem, már ha nem volt karácsonyi kedvetek. És egyébként pedig, ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. És kérlek szépen vigyázzatok magatokra, majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!